Na, tisztelettel köszöntöm a 7.tv kedves nézőit, folytatja a dobogóért való küzdelmet a Csavai Csirkefogók együttese a vízilabda OB1B-ben. A következő ellenfél a Neptun gárdája lesz itt a Békés Csabai Árpád fürdőben. Fehér sapkában látjuk majd a hazai együttest és kékben a vendég Neptun VSC gárdáját. Pillanatokon belül indulhat a találkozó. Berki András és Cénászki Zsolt sípjelére kezdetét is veszi a találkozó, és elhozzák a hazaiak, úgyhogy az első akciót majd a Békés Csabai együttes vezetheti, amely eddig a rájátszásban veretlenül teljesít, egy győzelem és egy döntetlen az arány, és meg is lehet az első helyzet, csak lepörgött Németh Dániel kezéről a labda, és jól jött a besegítés a vendég védelemben, úgyhogy az első akciót kivédekezte a Neptun, aztán Ajtai szenzációs labdaszerzése nagyszerű ütemben ért oda, és már Szentesi Máté dobja akcióba hazaiakat, most a kapuban, tehát Szentesi kezd, de hát Kádár Józsefnek nagy szerencséje van, két kiváló kapusa van, akit bedobhat a csatába, és szabad dobás egyelőre, nem lesz kiállítás. Most már van kiállítás. Földesi Oszkár, a kiállított játékos, az első csabai ember előny. No nézzük, sikerül-e végig játszani. Ajtai. Rossz kéz oldalra, egészen leúszik a kötélhez hazai játékos, és ott a lőhelyzet is fölé pattintja. Németh Dániel volt az, aki ott maradt lőhelyzetben, ezt el is kellett lőni. Járt a szabaddobás, még bőven van a támadó időből, sőt, újraindult ugye a lövés után. És nagyszerű labdaszerzés megint csak, és lesz-e megúszás, ez a nagy kérdés. Meglógott egy picit az a játékos, és nem sikerült Tinka Norbertnek gólra váltani az ittszert, pedig meg volt a lehetőség. Egy olyan nagy úszóversenyben a csapatok. Jó a keresztlabda. Visszajátszott labda, pontatlan, úgyhogy értékes másodperceket veszít a Neptun csapata. Közben érkeznek még szurkolók bőven, és meg lesz az első csabai kiállítás is. Makra Zsolt bekkelt. Megvan tehát az első kiállítás hazai oldalon is. Center körül védekezik a csabai csapat, és aztán egy nagyszerű blokk. Úgyhogy az első ember előny kimarad vendég oldalon is. Ki fogja megtörni a gólcsöndet? Ez a nagy kérdés most. Tinka ellőhetné, de nem bejátszott centerbe, és egy nagyszerű csavargól. Józsa Tibor a találat szerzője. 5 perc és 15 másodperc van még hátra az első negyedből. 1-0-ra vezet a Csabai Csirkefogók együttese. Nagyszerű volt a bejátszás, és nem sikerült a vendégek védőjének megakadályozni Rúzsát a gólszerzésben, úgyhogy 1-0-ra vezet a Békés Csaba, amely tehát még Szentesen a Honvéd ellen kezdte a rájátszást, hiszen itt az Árpád fürdőben zajlott a nyári átállás, úgyhogy az Árpád fürdőben nem lehetett mérkőzést rendezni, közben egy labdaszerzés. Így is van, Ajtai volt az, aki agresszívan együtt élt a játékkal, és nem engedte
kibontakozni a vendégakciót. Ott a lőhelyzet nem volt meg. Aztán Tinka kérte volna kapásra. Volt egy kis előnye a Csabai Gárdának, nem sikerült azonban ezt kiharcolni, vagy kihasználni. Inkább egy nagy lövés és egy védés. Az első, amit behúzhatunk, Gáti Tamás neve mellé. Vendégkapus is letette most már a névjegyét. Ajtai volt agresszív védekezésben. Aztán Némettel szemben folytak be egy szabad dobást. Van idő, szól a Neptun kispadjáról. Lejár a támadó idő, úgyhogy valamit kezdenie kell a labdával a vendégeknek, de hát nem sikerült. Nagyszerűen védekezett a házigazda. Úgyhogy Szentesi nézhet már körbe. Ajtai nem néz hátra. Neki kellett volna kérnie a labdát hamarabb. Így most jó pár másodperc eltelt. Üresen. És mire megtalálták Németh Dánielt a hazai társak, addigra már oda zártak a vendégek. Ez lehetőség volt, de lehetőség is maradt. Center körüli védekezésre koncentrál a csapai csapat, aztán mégis ott volt a lövőhelyzet. Távoli lövés, és messzire is megy. Ez a labda zónázik. A csapai együttes is időkérés. Ezt majd Kádár József kér időt. Ugye a Neptun együttese igazi bumusnak számít a csabai csirkefogóknak, hiszen amikor itt a másodosztály küzdelmeiben egy csoportban volt a két együttes, akkor számos csatát vívtak egymással, és hát inkább most kék sapkában játszó vendégek voltak sikeresebbek ezeken az összes csapásokon, úgyhogy van miért törleszteni, de most a rájátszás második fordulója után jobban állnak. A csabaiak, úgyhogy ezt kéne tovább folytatni majd. És egyelőre 1-0-ás csabai vezetés, 3 perc 19 másodperc van hátra az első negyedből. És azt kell, hogy mondjam, hogy közelebb állt a második gólhoz a csabai csapat, mint a vendégek az egyenlítéshez. Németnek volt egy zicsere, amit nem sikerült értékesíteni. De nézzük, emberelőny most még nincsen. Onnan nem lehetett előni. 5 méteren kívülről lehet ugye a szabaddobást elvégezni. És eltűnt ott a harcban. Ezúttal az eddig egyetlen gólszerző Józsa Tibor. Úgyhogy már fordulnak a vendégek. Megúszni nem sikerült. Szépen visszazár egyenlőre. Pályaválasztó csabai együttes. Józsa akadályozza a kinti lövőket. És egy patintott lövés a kapufa Szentesivel volt. Aztán ökölbe szorítja a kezét a csabai kapus. Hát jó barátságot kötött a kapufával a meccs elején vélhetően. Egy hosszú indítás, de nagyon pontatlan. Kádár József kérdezés, hogy hova ment ez a labda. És kettő az egyben megúsznak a vendégek. Óriási egyenlítési lehetőség. És be is dobja. Könnyedén Ábel Zoltán. 2 perc 15 másodperccel az első negyed vége előtt egyenlít a Neptun. Meg volt a lehetőség a csabaiaknak, de egy rossz indítás után. Megúszhatott a Neptun, tehát ezt is lehet mondani, hogy meg volt a lehetősége a hazaiaknak, hiszen két vendégjátékos is lemaradt a szakciónál, csak éppen nem sikerült a pontos indítás. Visszafelé sült el a történet. Ha nem baj, egy-egyről folytatják a csapatok, vége azért jócskán van a mérkőzésből.
hűvös tavaszi idő van, de az esély nem áztatja a szurkolókat legalább. Németh Dániel. Az ő helyzet lehet. Egy bejátszott labda nagy küzdelemben. Rácz Norbert visszajátsza, és a blokkról lassul le a labda. Nem lehetett jó ez a lövés most Szabó Zoltántól, úgyhogy a vezetésért támad a Neptun. Egyelőre arra rendezkedik be az együttes, hogy vállalkozzon csak kintről a vendéggárda. Most addig sem jutnak el, fúj egy kontrát a játékvezető, és lemaradt Ludányi, úgyhogy emberelőnyben lehet menni, de visszazár inkább Major Levente, úgyhogy nincs igazából emberelőny. Lövés azonban még lehet kintről. Volt is egy jó lövés, de Gáti védi a próbálkozást. És rosszul jön ki a kapujába a Szentesi, úgyhogy vezet a Neptun. Balogh Zoltán találatával 48 másodperccel az első negyed vége előtt. Átveszi a vezetést a Neptun, megfordítja a mérkőzés állását. 1-2. Tulajdonképpen felállt védelem ellen, nem nagyon tudott mit kezdeni a vendégcsapat, azonban két hazai hibából szerzett találatot a vendégcsapat. Van még 35 másodperc ebből a negyedből, még lesz ideje támadni a vendégeknek, így aztán főleg, hogy rossz a passz Rácz Norbert felé, és már Gáti nézegetheti a társakat, hogy kit indítson. Molnár Ákos nem lőtte, ott a kapás lövés és ott a gól. 3-1 a vendégeknek. 16 másodperccel a negyed vége előtt még egy vendégtalálat. Ezt most Dorogi Balázs szerzi. Szentesi lemaradt a kapás lövésről. Hát jól kezdett az a együttes, aztán válaszolt a Neptun háromszor is, úgyhogy az első negyedet ők zárhatják előnnyel, ez már biztos. A kérdés az, hogy egy vagy két góllal vezetnek majd, még 16 másodperc alatt lehet találatot szerezni. Nagy erőnk, fiúk! Még ez bőven elég egy gólra. Jön is a bejátszás, és szabályos a szerelés játékvezetők szerint. És 4 másodperccel a vége előtt időkérés. Hát egy 4 másodperces figurát szerette felrajzolni Beszédes Csaba, a vendégek vezetőedzője. Hát nem biztos, hogy sok mindenre elég, kb. Egy feldobott labdára és egy kapás lövésre, húzásra lehet ez elég. De hát láttuk már a vízilabda mérkőzésen 4 másodperc alatt is csodát. És akkor most úsznak föl a vendégek, és Halász Miklós fogja felpasszolni. Ő már a játékvezető a labdát. Most egy nagy pozíciós harc megy ott a csabai kapu előtt. Hát ezt azért mindenképpen illene kivédekezni. Nézzük. Egy lövés, és nem sikerül kivédekezni. Óriási gól. 4-1 a Neptun javára. Óriási bombagól volt Zentai Tamás a szerzője. Hát nem volt nagy eső itt a mérkőzés előtt, de ez hideg zuhany, ez az első negyed a csabaiak szempontjából. Még van 1 másodperc, mutatja a játékvezető. A középkezdés még el kell végezni. De ennyire volt idő az első negyedben.
Jó kezdés után 4 Neptun gól, úgyhogy 3 gólos hátrányból jöhet majd a második negyed. Négy egyes vendégvezetésről folytatódik, tehát a mérkőzés nem áll jól a csabai csirkefogók, de emlékezhetünk az előző forduló találkozójára, hiszen az angyalföldi gárda ellen idegenben az utolsó negyed előtt volt 4 gólos hátrányban Kádár József gárdája, és döntetlen lett a vége, úgyhogy honnan is fel tudott állni a Vihassarki csapat, így, hogy még van 3x8 perc, így aztán ez még főleg nem nevezhető lehetetlen küldetésnek. Nézzük a második ráúszást, az elsőt a csabaiak nyerték, és a másodikat is megnyerik. Ez egy kicsit karcosabb volt, de sikerült visszapofozni a labdát a csapattárshoz, úgyhogy ebben jobban áll az a Igárda, 2-0 a ráúszásokat illetően. Na most már a gólok terén is illene zárkózni. Megint egy bejátszott labda, és most lesz kiállítás. Második csabai emberelőny. Földesi Oszkár második kiállítása. És benn van kapussal együtt. Rajta volt a kapus, de 4-2-re feljön a csabai csirkefogók. Szabó Zoltán a gólszerző. 27 másodperc telt el. A második negyedből Szabó emberelőnyös találatával zárkózik a Békés Csaba. Ez mindenképpen fontos volt itt a második negyed elején, hogy meccsbe maradjon a házigazda. Nem szabad elengedni a vendégeket. Rutinos gárdáról van szó. És meg volt a labdaszerzés, csak éppen a vendégekhez pöckölték vissza a labdát a védők. És lesz kiállítás. Hát ez most nem volt jó üzlet, egy labdaszerzés helyett csabai kiállítás. Németh Dániel a kiállított, és akkor Neptun emberelőny. Nézzük. A vendégek hogyan használják ki az emberelőnyt? Egyelőre sehogy. Rossz a keresztpassz. Lehet egy kicsit kijebb jönni. Egy faltot még el lehet helyezni, és akkor meg lehet a védekezés. Igen, most jön vissza Németh. Most lehet kijebb venni egy kicsit, de nem. Ó, óriási bejátszás. Elaludt most Ajtai ott bent. És Zentai második találatát szerzi. 5-2-re vezet a Neptun. 6 perc, 41 másodperc. Van még vissza az első félidőből, visszaáll a 3 gólos különbség. Hát megvolt ez az emberelőny. Mármint a védekezés csabai oldalon, hiszen ha a statisztikát nézik szigorúan, akkor ez már nem számított emberelőnyös találatnak, de még nem igazán rendeződött a csabai védekezés. Ez hiányzott. Most elkezdenek a játékvezetők fújni, újabb emberelőny, csak akkor a kihasználás is legyen pontos, és akkor jöhetnek azok az emberelőnyök. Józsa kérte volna húzásra, nem ő kapta. Ajtai, és mellé pattintja, nagy kár érte. 3-1 az előny mutatója csabaiaknak, ez nem a legjobb, bár itt is meg volt a lőhelyzet. Most nem kapkodnak a vendégek. Megint a bejátszás, a center körüli védekezést kéne megoldania a csabaiaknak, mert ezzel akadt probléma. Ajtai most figyelt, most elkérte volna a labdát, nem ő kapta azonban, hanem Szabó. Most már hazaiak tízesénél, Ajtainál, ő teszi tovább. Major. Ajtai, meg van a lőhelyzet, és a pattintás is egy óriási védés Gátitól. Ez a harmadik. Úgyhogy őre, ami kapura megy, azt jó százalékkal hárítja.
Ngáti Tamás. Most Németh Dániel lopakodik közelebb. Nem lőtt el. És egy óriási gól Ajtai a rövid saroknál. Nagyszerű talált. Tapsol is a kis számú, de lelkes közönség. Szurkolótában nagyszerű találat volt. 5-3-ra jön fel a csabai együttes. Még 5 perc, 14 másodperc van az órán. Nagyszerű találat volt Ajtaitól. Kellett is valami extra a hazaiaktól, ami talán meglendíti azt a szekeret. Nagyszerű találat volt, ahogy felhúzta a felső sarokba Ajtai. Megint két gól a különbség, most kér egy kicsit jó védekezést bemutatni, és akkor lehetne közelebb lopakodni. Nagy a küzdelem. Egy szabad dobásra jó a Neptun, még van 10 másodperc támadó időből. Na, ezt most sikerült levédekezni. Az Antai sok gondot okoz a csabai védőknek. Most azonban ezt sikerült kivédekezni legalább Németh. Tinka. Tinka lopja a távolságot. Tinka, és egy óriás érés megint Gátitól. Kezdődött újra a támadóidő, ezzel ugye, hogy a kapus hárított. Elindult újra a 30 másodperc, azonban ebből 10 el is rohant. És egy kontra Józsával szemben, ha jól láttam. Játékvezetők szigorúak voltak. Egy picit talán. Na de vissza kell úszni. El is hangzott a szünetben, hogy 40 éves csapat úszik meg. Hát nem feltétlenül a leggyorsabb csapat a Neptun ebben a másodosztályban, és ebben ezért volt dühítő az első negyed beli találatok mikéntje. Még 8 másodperc. És most a kapufa hárít. A Szentesi mágiájára volt szükség ismét. Megint csak maradt a kapufa. És nem úszik hátra Zentai. Hát ő már úgy néz ki, hogy nem nagyon akar úszkálni itt leföl. Megvonja a csabaiak figyelmét, úgyhogy 5-5 elleni csata marad támadásban. Lemaradt válja a kapufát a Major Levente. Marad az 5-3-as vendégvezetés. És még 3,5 perc az első fél időből. Józsát hívják a társak. Ő marad le párjával együtt. Egy picit, most már mindenki megérkezett a csabai kapu elé. Még 12 másodperc a támadásból. Egy kemény védekezés Majortól. És kiállítás. Időt kér. Beszédes Csaba a vendégek mestere. Nem véletlenül, hiszen az eddigi két ember előnyét nem tudta értékesíteni a Neptun. Most azonban, hogyha újabb gólt szerez a kék sapkás együttes, akkor visszaállíthatja a 3 gólos különbséget. És ezt a vendégek mestere is tudja, és szereti is azt látni az eredményjelzőn, hogy 6-3. Makra Zsoltnak viszont ez a második hibája Csabai együttesből, úgyhogy neki most már jobban kell vigyáznia magára, nehogy idő előtt véget érjen számára a mérkőzés. Nem kellett az egy perc, a vendégeknek a gyorsad rövidre zárta az időkérés beszédes Csaba, hát lehet, hogy valami egyszerű akció lesz majd, reméljük. Nem lesz hatásos. Na nézzük a harmadik
félvárosi előnyt. Eddig kettőből semmi. Reméljük megtartják ezt a rossz százalékot a vendégek. Balog. Ő teszi tovább, rossz kéz oldalra, onnan nem lesz lövés. Onnan viszont lesz Szentesi! Szentesi és a, megint csak a kapufa, meg egy kicsit a szerencse. Ábel Zoltán volt óriási helyzetben, aki nem tudta megszerezni a második találatát. Most lehet menni, viszont a kontrával. Rácz Norbert húzza meg. Rácz. És hajrá Csaba szól a lelátóról. Nézzük, hogy ad erőt ez a fiúknak ott bent. Pedig sikerült kicsit kimozgatni a vendégek védekezését Majornak. A lövés azonban nem lett jó. Gáti jó teljesítményt nyújt egyelőre a vendégek kapujában. Pár harcokat ő nyeri egyelőre, legalábbis többet nyert a vendég kapus, mint a lövőjátékosok. Megint a bejátszás, jött a besegítés, és ez most nem kiállítás. Nagyszerű volt a védekezés. Zentai most alul maradt a csatában, és már a másik hatos, Rácz Norbert vezetheti fel a labdát. Német. Egy vízre pattintott labda, de hát ez nagyon magasra pattant. Kádár József csalódottságának is hangot adott. 1 perc, 20 másodperc még az első félidőből. 5-3-as Neptun vezetés. És egy nagyszerű labdaszerzés! És még egy kiállítás is lesz. Ha jól láttam, így van. Ábel Zoltán a kiállított. Úgyhogy jöhet majd negyedik csabai emberelőny. Kádár József időt is kér gyorsan, hiszen egy gólra zárkózhat együttese, amennyiben értékesíti a lehetőséget. Nézzük, sikerül-e felrajzolni a győztes akciót, a gólt érő támadást. Nagy szükség lenne erre a találatra, hiszen lehetett volna még az imént 6-3. Akkor Szentesi és a kapufa közös erővel megakadályozta a vendéggólt, és most egy jó akcióval vissza lehet jönni mínusz 1-re. Kérdés az, hogy meg lesz-e az a jó akció, de nézzük. Major. Major tartja a labdát. Aztán Rácznak húzták le a labdát, ő levitte egészen a kötélhez. Német. Ott a jövő helyzet és Gátiba pofozza a labdát. Major. Ezért nagy kár. És lesz kiállítás hazai oldalon is. Major elhibázta a lövést, és most az ő kiállításából a Neptun szerezhet újabb gólt. És már érkezik is vissza a csabai játékos, csak még eljutott a kapás oldalra. Jó ablok! 19 másodperc még van az első félidőből. Lehet még egy támadásra, egy jó támadásra idő. Szentesi nem indít senkit, hanem saját maga vezette följebb a labdát. Aztán Németet találta meg. Lőni kell, de hát ez gyengére sikeredett, úgyhogy ez az első félidő vége. 1-0-ra a csabaiak vezettek, azóta azonban a Neptunban fölényben, úgyhogy 5-3-ra a vendégek vezetnek az első fél idő után. Kettő gólos Neptun vezetésről nézhetjük majd a harmadik negyed küzdelmét. Egyelőre 2-0 a ráúszásokat tekintve a csabai csirkefogók javára. Ezt azonban nem sikerült tovább növelni, ezt most a vendégek hozták el.
Dorogi Balázs volt a gyorsabb. Úgyhogy az első akció a második fél időben a Neptun neve mellett van, de nagyszerű volt a védekezés, Ajtai segített be. Ezúttal Balogh Zoltán az, aki a Csabai kapu előtt marad, ezzel kilakítva az ötözet elleni játékot. Major nem lőtt el. Most a lövés és ott a gól! Nagyszerű találat! 5-4-re zárkózik a Csabai csirkefogók. Német Dániel a gólt szerző. Neki is az első találata, egyelőre mindenki egyet szerzett a Csabai csapatból. Öt-kettes Neptun vezetés után, ha nem is gyors zárkózás, de már csak egy a különbség. Hát az első negyed hideg zuhanya után ugye 4-1-re is vezetett a Neptun. Azok után talpra állt azért a csabai csapat, és ott van az ellenfél nyomában. Ugye a tabellán a harmadik helyen áll a Csaba 12 ponttal, a Neptun pedig 9 pontos, úgyhogy fontos lehet ez a mérkőzés, és egy akciógól. Molnár Ákos lövi át a falat. 6-4 a vendégek javára. Elaludt egy kicsit a csabai védekezés. Molnár Ákos első gólja a mérkőzésen. Gyors gólváltás a harmadik negyed elején. Mucsi. És egy rossz passz. Ezért most kár, úgyhogy lehet iparkodni vissza. És egy kiváló védekezés. Major Leventét lehet megdicsérni, jól bekkelt ezúttal a csabaiak hármasa. Egyszerűen ütötte el a labdát, és most már ő viheti az újabb csabai akciót. Major zár vissza ezúttal. Mucsi Ajtainak vissza. Az jó labda és egy nagyszerű gól. Elfogyott a Neptun kapusa lábbal és feje fölött. Ott az ötödik csabai gól. Német Dániel második találatával. Megint egy gól a különbség, 6-5, még mindig a Neptun javára. 5 perc, 55 másodperc van még hátra. A harmadik negyedből most megindultak a csapatok, ami a gólszerzést illeti, hiszen alig telt el 2 perc ebből a játék részből, is már 3 találat a jegyzőkönyvben. Szóval egymás mögött a két csapat a tabellán, úgyhogy dupla szorzós meccs, mondhatjuk úgy is, hiszen hogyha a csabaiak nyernek, akkor két győzelemnyire kerülnek a legyőzött ellenféltől. Ha azonban a Neptun nyer, akkor pont egyenlőség lesz. Csabai kiállítás, Fleischmann első hibája a mérkőzésen. Na, kell egy jó védekezés. Hazai részről. Józsa nézett körbe, hogy kilépjen-e. És nagy akció, de nem adja meg a játékvezető. 2 méteren belül volt Ludányi, úgyhogy érvénytelen a találat. Az ötödik ember előnyét sem tudja góllal befejezni a Neptun. Érvényes góllal teszem hozzá. Egyenlíthet a csabai csapat. Szabó. Ajtai. Nincs bejátszás. Szabónak a visszajátszott labda. Szabó és Ajtai játszott, és egy óriási gól Ajtai. 6-6. 4 perc, 47 másodperc a vége előtt. A harmadik negyedet illeti, egyenlít. Csabai csirkefogók, 6-6. Minusz 3-ról. Zárkózik vissza. Döntetlenre a házigazda. Egyszerű gól volt Ajtaitól. Az első gólja is élmény számba ment. Hiszen jobb bejátszás
után húzta föl, akkor a rövid felsőbe a labdát, most ez egy távoli bomba volt. Úgyhogy döntetlenről folytatják a fiúk, és most a jobb sorozatban a csobai csapat ezt lehet kihasználni. És azt most könnyedén megoldja az a együttes, és most úgy tűnik egy picit fáradni látszik a vendéggárda, vagy legalábbis jobb iramot megy a pályaválasztó. Egy jó labda, Major Levente, van még 10 másodperc a támadásból, és egy kapufal. A rövidet nézte meg magának Major. Ehhez most Gátinak nem sok köze lett volna. De hát a kapufa is közbeszól néha. Ezt már a csobai kapus kolléga is megtapasztalhatta már ezen a találkozón. Józsa védekezik most kint ezúttal. A bejátszás és emberelőny. A hatodik Neptun emberelőny. Szabó a kiállított. Visszaszerezheti a vezetést a Neptun, hogyha sikerül egy emberelőnyös gólt szerezni. De nem nagyon megy emberelőnyből a vendégeknek szerencsére. Ezúttal Zentai Ront, aki visszatért. A harmadik negyedben először van a medencében. 3 perccel a negyed vége előtt szaporázhatja Makra Zsolt, és el is lőheti. Hihetetlen. Nem volt benn. A kapufa éléről pattant vissza Gátihoz. Ez nagy helyzet volt, de nincsen a csabai vezetés. Helyette van egy megúszás, vagy egy megindulás Balogh Zoltántól, de gyorsan megfojtották ezt a kísérletet a csabaiak. Cseréltek is közben a vendégek. És Ajtait küldik ki a játékvezetők. Ez lesz majd a 7. Neptun emberelőny, de beszédes Csaba nem nagyon bírja idegekkel az előny kihasználást, pontosabban az előnyök ki nem használását, hogyha pontosak akarunk lenni, hiszen 6-ból semmi a kék sapkások teljesítménye 4-ból. Ezen szeretné javítani. Mondjuk sokat nem javíthat, ha a 100%-ot nézzük, de 6-6-nál értékes találat lehet, hogyha vissza tudja szerezni az előnyt a Neptun, hiszen 5-3-as állásról kezdték ezt a negyedet a csapatok. A Neptun állt jobban 2 góllal, azonban 3-1-re nyeri ezt a játékrészt egyelőre a csirkefogó gárdája. És akkor nézzük a vendég emberelőnyt. Ajtai neve mellett a hiba. És akkor Gáti hozhatja támadásba az övéit. Nézzük az emberelőnyt. Eddig olyan nagy furfangot nem mutatott kék sapkás csapat emberelőnyben. És ezt is elhibázzák. Ezúttal Balogh Zoltán lőtt kintről, azonban messze állt a pontos lövéstől. Ugye gyakorlatilag egy olyan emberelőny volt, ami jól játszott meg a Neptun, és ha bár kiegészült a csabai csapat, akkor szereztek gólt a vendégek. Tinka húzza le a kötélig a labdát, és egy jó blokk. Ez most egy kicsit előkészítetlen lövés volt, de hát nem volt már sok idő a támadásból. Ajtainak meg kellett próbálnia. Egy középre tett labda. Jex végül nem lőtte el. Ábel egy ejtés, a kapufára ejti. Nem volt jó ez a kísérlet, de közben
kontrát is fújt a játékvezető, úgyhogy ha gól lett volna, akkor sem adja meg a játékvezető. Tinka, ezúttal Lajtai. Ott hátul az egy óriási helyzet, ott az ittszer, és ott a gól! 1-0 után újra vezettek a csirkefogók egy perccel a harmadik negyed vége előtt. Mucsi Zsolt első gólja a mérkőzésen, 7-6, és már a csabai szurkolók is jobb hangulatban. 4-1 ez a negyed a csabaiaknak, válaszolva az első játék részre, akkor ugyanebben az arányban a vendégek voltak jobbak. Cserék mindkét oldalon, és akkor így jön az utolsó 1 perc és 5 másodperc a harmadik negyedből. És egy váratlan lövés és egy váratlan gól. 7-7 akciógól Balogh Zoltán leste ki, hogy hol lehet ellőni azt a labdát, és meglepte ezzel Szentesit. 7-7, gyorsan egyenlít a Neptun. Ha emberelőnyből nem megy, akkor megy akcióból. Jó bejátszás. Sikerül is kitenni. Ott a lövőhelyzet, és az is bent van a rövid sarokban. Újabb Bucsi Zsolt találat, 8-7. 37 másodperc van még. Ebből a negyedből, hát igazi gólzápor. Ebben a játék részben 7 találatnál járunk már. És szerencsére jó eloszlásban jött ez a 7 találat, hiszen 5-2 Békés Csabai szempontból. 37 másodpercről indult az óra, úgyhogy még egy rövid támadása lehet a csirkefogóknak is, ha úgy alakul. És kiállítás, úgyhogy nem biztos, hogy lesz Csabai akció. Szigorúak a játékvezetők. Fleischmann-t szórták ki másodjára. És óriási védés Szentesi! Ábel került lövőhelyzetbe, de meg volt a védés, úgyhogy 8-ból semmi. Vendég oldalon, ami az ember előnyt illeti, és Szentesi nem mellé lehet behúzni egy újabb védést. 9 másodperc van még hátra ebből a negyedből, és akkor még egy csabai akcióra csak lesz idő. Fleischmann és Makra is most már 2 hibával a csabai együttesben. Ami az ember előnyöket illeti, 2-szer annyi ítéletet kaptak a vendégek. 8-ból 0 tehát vendég oldalon, és 4-1 az a mutató. A 25% még mindig jobb azért, mint a nulla. Németh Dániel hozhatja játékba majd a labdát. Ebbe még 2 passz is beleférhet. Hát így kevesebb a variációs lehetőség. A centerbe bejátszott labda. Nincs ítélet, nincs csabai lövés, úgyhogy 8-7-tel zárul a harmadik negyed. Megfordította az állást a csabai gárda, és innen jön majd az utolsó játék rész. Egy gólos csabai vezetés az OB1B rájátszásának harmadik fordulójában. A Neptun a pontszerzésért küzdhet itt a negyedik negyedben, és nagy harc a labdáért, és el is hozza a csabai együttes. Nagy
csata volt, úgyhogy 3-1-re nyeri ezt a párharcot. Csirkefogók, és egy jó akció. Kiállítás, hosszú idő után csabai emberelőny. 5 méteres nem volt, de Józsa kiharcolta az emberelőnyt, és Földesi kis pontozódik ezzel. Őt már nem látjuk ma védekezni. Tinkának lehetett volna bejátszani. De az is jó, és Ajtai fölé durrantja. De volt egy védés, úgyhogy sarokdobás lesz. 2 másodperc még van az emberelőnyből, ez nem biztos, hogy sokra elég. De marad a labda a csabaiaknál, ez a fontosabb. És jó csavar! 9-7, micsoda gól! Józsa második találata, ő szerezte meg még a vezetést mérkőzés elején, és most megszerzi a második gólját. 9-7, 7 perccel és 15 másodperccel a vége előtt. Fáradni látszik a Neptun, itt az első fél időt még jól bírták a kéksapkások, aztán ahogy növelte egy picit a tempót a házigazda, úgy kezdtek fáradni a vendégek, és nem bírják ugyanazt a teljesítményt nyújtani, mint az első fél időben. Egy-egy kinti lövéssel tartják magukat meccsben, de ha ezt most ezt a jó szakaszt meglavagolja a csirkefogók, akkor lehetne könnyebb győzelmet aratni. Így nem lesz könnyebb győzelem, mert egy óriási átlevés megint csak. Dorogi Balázs második találata, 9-8. Megvan a csabai gól, akkor kéne egy kis koncentráció a védekezésben is. Ezek hiányoznak Kándár József csapatából ahhoz, hogy megnyugtató legyen az előny, de hát a csabai gárda nem sok megnyugtató mérkőzést játszott ebben az évben. Sok kiélezett találkozó van csabai fiúk előtt, de hát ez is adhat erőt, hogy sok ilyen esetben az olyak Kádár József csapata jött ki jobban. Ezt is. Ez egy jó bejátszás és egy nagyszerű húzás gól. Ez a 10. csabai gól. Makra Zsolt a találat szerzője. Tíz-nyolc. Addig jó, amíg mindig a Neptunnak kell válaszolni a csabai találatra, akkor az azt jelenti, hogy az ajak állnak jobban folyamatosan. Szentesi hozhatja majd játékba a labdát. Valakinek vissza kéne néznie a társak közül, Szabó segítene, de Makra is jelentkezett. Makra, ezt el is lehet lőni. Mekkora kapufa volt, hát együtt készültem én is itt a szurkolókkal. Óriási lövés volt. Megint nem csabaiakkal volt a kapufa, de hát mondjuk Szentesi kapuja előtt is volt szerencsés szituáció, úgyhogy maradjuk annyiban, hogy ez ilyen kiegyenlített küzdelmet hozott a kapufával. Egy beindulás vendég részről, és meg is volt a passz, és meg is volt a gól. Ez most sajnos szép akció volt, el kell ismerni. Dorogi Balázs lendül bele, harmadik gólja. 10-9, 5,5 perc még a mérkőzésből. Az átlövéseket nem sikerült megakadályozni. Most talán túl agresszív is volt ebből a szempontból az a együttes, és ezt akartam megakadályozni. Dorogi azonban szépen megindult, és ez volt a sikertitka. Egy beúszás. Nincs bejátszott labda. Major. Lövés Makrától. Megint Major. Major kintről! Honnan lőtte be? Ekkora találat volt, kérem szépen.
Major is feliratkozik a góllévő listára, ami ezt a mérkőzést illeti. 11-9, megint kettővel áll jobban a hazai csapat. Most ez a mérkőzés ritmusa, a Neptunnak kéne valamit kitalálni védekezésben, mert egy-egy góllal azért tudnak zárkózni, de amíg a védekezésük nem áll össze, addig nem lesz esélyük a pontszerzésre itt az Árpád fürdőben, és már nem sok ideje van vendégcsapatnak, 5 perce, egy váratlan lövés. Igen, Zentai megmutatta ezúttal is, hogy az egyik legtechnikásabb játékosa a Neptun csapatának, hiszen nagyon távolról próbálta meglepni Szentesit, hát nem is sikerült volna a kapusnak a hárítás, és lesz egy kiállítás, most túlpörgött Makra Zsolt. Ez a harmadik Makra Zsolt kiállítás, úgyhogy őt már nem látjuk. Mai napon a második kipontozódott játékos a mérkőzésen. És egy óriási gól ember előnyből. Az első sikeres vendégakció, ami ember előnyből született. Hát, ha azt mondják a mérkőzés előtt, hogy 9-1-el fog állni a Neptun, akkor Kádár József is aláírta volna szerintem. Így, hogy ezzel visszazárkózott most a Neptun, az annyira nem szívderítő. 11-10, 4,5 perc van még vissza. Major. Ajtai. Major. Major kapott egy faltot Dorogitól, majd egy blokkot is. Ott látott volna talán azért egy ember előnyt fújni. Nem kapta meg. Csabai csapat. Úgyhogy egyenlíthet a Neptun, hogyha ezt az akciót góllal fejezi be. Ugye üresen maradt nagyon Zentai harmadik gólja a centernek, 11-11, 3 perc, 46 másodperccel a vége előtt, elaludt megint a csabai védekezés. Hát lehet, hogy egy labdás találkozó lesz itt a végén, kérem szépen. Vezetett 3-mal a Neptun, aztán jobbára 2-vel a Csaba, és most megint döntetlen, úgyhogy egy mini mérkőzés indul itt a végén. De hát dicséret illeti a vendégeket is, hogy -2-nél lebatták föl, mentek tovább, és 11-9 után két találattal kiegyenlítettek. 16 másodperc még a támadó időből, úgyhogy lehet még játszani. Major Szabónak ki. Majornak vissza. A bejátszás, és az kiállítás. Így is van. Na gyerünk, fiúk. Játsszuk meg pontosan ezt az ember előnyt, és akkor megint vissza lehet venni a vezetést. Csak higgadtan kell bejátszani ezt a támadást. Szabó! Szabó a kapus feje fölött behúzza! Ahogy az a nagykönyvben meg van írva. 12-11. 3 perccel a vége előtt. Szabó második gólja. Szépen eloszlanak a találatok az a játékosok között. Most nincs senki, aki nagyon kiemelkedne, hanem szépen sorban mindenki hozzátesz valamit. 12-11. Az utolsó 3 perc kezdődik tehát. Ajtai, most ő zavarja a lövőket. Szentesi védi, bár 5 méteren belülről végezte el a szabaddobást a vendégjátékos, úgyhogy nem lett volna érvényes a gólt, Szentesi azért becsületből oda tett egy védést. Nem a kapusokról szólt igazán ez a mérkőzés. A jó bejátszás és a csavar, jó, hogy mondtam, Józsa lövését védi most Gáti, aki hosszú idő után tudott védést bemutatni. Közben Józsa
került egy kisebb verekedésbe Molnár Ákossal. Nem jött ezért most kiállítás. Lehetett volna ítélni, nem kapott most ítéletet a Neptun. Dorogi nem lövi el. Jó a visszatett labda, azonban így az ittszer, és egy óriási bombagól. 12-12. Jex. Első gólja, megint csak döntetlen. Nem bírnak egymással a csapatok. Az első félidő inkább a vendégeké volt, aztán egy egyszerű harmadik negyeddel sikerült fordítani a csirkefogóknak, és úgy tűnt ott 11-9-szel, hogy talán sikerül megroppantani a kék sapkás vendéggárdát, de Beszédes Csaba együttese nem adta fel, és másodszor is egyenlített immár itt a hajrában. 12-12. Ajtai. De hát vannak nagyszerű lövők a csavai csapatban. Válaszolni kell megint csak. Major. Ajtai. Ajtai óriási gól, erre gondoltam például. Micsoda találat volt, kérem szépen. Hát Ajtai tudja, hogy mikor kell hozzászólni a meccshez. Harmadik találatával 13-12, másfél perc. Még az órán. Papíron három támadás. Gyakorlatban lehet, hogy négy is lesz. Majd kiderül. Kintről jók ezek a lövések Csabai oldalon. Aztán Gáti a második félidőben már nem sok védést tudott bemutatni. És egy kiváló blokk. Nagyon kellett, Józsa mutatta be. Ezzel marad az egygólos csabai vezetés. És ennek megfelelően csabai vezetéssel lépünk be az utolsó percbe a mérkőzésen. Még 20 másodperc a támadásból. Major. Ajtaival passzolgatnak. Van idő, szól a lelátóról a tanács. Major. Hát lesz idő még egy akcióra. Ha döntetlen hozza esetleg a Neptun ezt az akciót, akkor még egy lövésre lehet idő. Na de inkább védekezzük ki, én azt mondom. Egy gólos csabai vezetés, fél perc van hátra, 12 a támadó órán. Nem nagyon kéne most kiállítást összeszedni. Egy jó védekezés Szabótól. Nem, jött a centerbe játszás, és lejárt a támadó idő. Ezt már nem fújta be a játékvezető páros, ezt az ember előnyt, hát Békés Csabán nem is illik ezt befújni, csak halkan jegyzem meg. 15 másodperccel a vége előtt Kádár József időt kér, és egy gólos csabai vezetés, tehát hogyha nagy baklövést nem követel a Fehér Sapkás hazai együttes, akkor a második győzelmét arathatja a rájátszásban a csirkefogók együttese, és lehet a dobogóért menni tovább, ugye az egriek vezetik a tabellát 15 ponttal, a szombathelyiek második helyen 13 egységgel, és most a csabaiak 12-ről 15-re nevelhetik a pontszámot, és ráadásul a szombathely és az eger egymás ellen játszik ebben a fordulóban, úgyhogy egy egri győzelm esetén előzni is lehet ráadásként. No nézzük! Ne szaladjunk ennyire előre azonban, hiszen nincs vége a mérkőzésnek, 15 másodperc van az órán. Játékvezetőnek kell rendet teremtenie a vízben, mert érthetően kicsit feszültek a vendégek. Nem nagyon van helyzet magaslatán a játékvezető. Időkérés után ugye a saját tér felén kell lennie a vendégeknek ilyenkor. És aztán egy sapka sincs rendben a hazaiaknál.
Kádár József és Zentai megbeszélése. Hát nincs ezzel baj, kérem szépen, hogyha egy ilyen szoros találkozón jó kedve van a feleknek. Aztán a játékvezető, hát szerencsére neki nem kell a lövéseket bemutatnia a mérkőzésen. És egy visszatett labda. És most már csak jó passzok kellenek. Sőt, Ajtai el is dughatja a labdát akár. Ússzál, ússzál, szól a lelátóról a jó tanács. Hát Ajtai nem úszik, inkább még egy bejátszást megpróbál. 3 másodperc. Még egy szabad dobás. És Ajtai pár időn túl dobja el. Itt a vége a mérkőzésnek. Küzdelmes találkozó volt. Még egy végleges találkozó zárásaként Molnár Ákos. Volt egy kicsit túlpörgött a mérkőzés végén, de hát a lényeg a hazai győzelem. Egy szoros mérkőzésen 13-12-re nyer a Békés Csaba, hátrányból fordítva, és tovább menetel itt az OB1B-s tabellán. A végeredménnyel köszönöm meg a nézők megtisztelő figyelmét, Csabai Csirkefogók, Neptun 13-12. Köszönöm a nézők megtisztelő figyelmét, tartsanak továbbra is velünk, viszont látásra, viszont hallásra.